Chris elérhetetlenné teszi a passzokat. Azt mondják, ő az NFL legtöbbet lefedő hátvédje. A háromszoros profi kupa győztes és egyszerre Super Bowl győztes úgy érkezett az esélytelenek világából, hogy rögtön a csúcsra tört. Kijöttek az idei rangsorolások, és Chris Harris Jr.-t az élre helyezték. Mi különbözteti meg a legjobbat a többitől? Azt mondanám, a következetesség. A srácok, akik az első héttől a 16-ig összeszedettek, jó helyezést érnek el, és abban az áldásban van részem, hogy egymás után két évben is a legtetejére rangsoroltak. Berepülési tilalom áll a pulcsidon, de neked sikerülhet harmadszor is. Miken mész keresztül abban a 4/4-ben az ellenfeled ellen? Nagyon kell összpontosítani. Sok mindenre felkészül az ember, miközben vár arra az egy játékra. Arra készülünk, hogy kijöjjünk és lejátsszuk. Irányítóként csupán úgy 5 lehetőséget kapok, hogy hatással legyek a játékra. Itt derül ki, hogy a felkészülés az első. A mosolyod minden pénzt megérte, Sean. Mindig is egy olyan fickó voltam, aki folyton mosolyog vagy nevet, amúgy még ott a családom. Amikor meglátom a kislányaimat, jön a mosoly azonnal. Ilyen cukiságra nehéz nem mosolyogni. Szóval hihetetlen eredményekkel hagytad ott Kansas-t. De a 2011-es NFL igazolások során nem kaptál lehetőséget. Mit gondoltál akkor magadban? Ez egy olyan dolog, amiért egyetem óta imádkoztam. Jött a kizárás, nem igazoltak sehova, és nem is volt kapcsolatunk senkivel az NFL-től áprilistól júliusig. Sokan még a családból is azt mondták, hogy nem fog sikerülni. Abba kéne hagynom, és az életem következő szakaszába lépnem. De volt hitem, és dolgoztam tovább. Felkészültem, és egyszer csak felhívtak Denverből. És akkor megtörtént a csoda. Az esélytelenekkel azonosulsz. Mit jelent esélytelennek lenni? Az esélytelen ember nagyon veszélyes helyzetben van, sok megpróbáltatást kell leküzdenie. Ilyen volt az én életem is. Csonka családban nőttem fel, nem kaptam ajánlatot a középiskola végén. Tényleg hinnem kellett, és Jézusra támaszkodnom mindenért. Semmit nem kaptam könnyen, mindenért meg kellett dolgoznom. Magamtól esélytelen vagyok most is. Szerintem Jézus engedett ebbe a helyzetbe, hogy sokakhoz tudjak így viszonyulni, és segíthessek másokon. Miben látod azt, hogy Jézus Krisztus támogat téged, mert követed őt? Azt kell mondanom, hogy mindenben, különösen ebben az üzletben, a futballban. Naponta többször térdre kell esni és megköszönni Istennek, amit ad. A pályán is imádkozom, mert fontos, hogy velem legyen. Egyetlen sérülésre vagyok attól, hogy az életem további részében el legyen vágva a foci. Simán megtörténhet. Mindig imádkoznom kell, hogy ezt befedezze. Isten mindenben benne akar lenni, amit csinálunk, és én úgy döntöttem, hogy bevonom őt. Isten azt akarja, hogy segítsünk felépíteni az ő országát. Annyi elterelő tényező jön a sikerrel, az elismeréssel, az NFL szerződésekkel, meg mindennel, ami ezzel jár. Hogy őrzöd meg az elkötelezettséget az Úr követésében? A feleségemmel ugyanazt a rutint követjük, amióta összeházasodtunk. Együtt imádkozunk reggelente és este is. Nagyon fontos, hogy ő itt van nekem és támogat. A legtöbb srác az NFL-ben néha elfelejtkezik az összképről. Az összkép nekem mindig a gyerekeim, hogy biztosítsam nekik, hogy megfelelő otthonban nőjenek fel, és hogy jó példát mutassak nekik. Nekem nem mindig volt mellettem az apám, úgyhogy én teszek azért, hogy lássák, milyennek kéne lenni egy házasságnak. Ez motivál. Chris, mennyire fontos neked az együttérzés, hogy mások felé is közvetítsd az Urat? Nagyon fontos, ott kell találkozni az emberekkel, ahol vannak. Sok gyerek nagyon mélyen van, nehezen kapcsolódnak olyanokhoz, akiknek sok minden megadatott az életben. Én igyekszem ott kapcsolódni hozzájuk, ahol ők vannak. Jézus is pont ezt tette értünk.